Egy lakás albérletbe történő kiadása a tulajdonosok számára a jó anyagi befektetés mellett kellő körültekintés nélkül sok bosszúságot is okozhat. Ilyen például, ha egy bérlő nem tud vagy nem akar kiköltözni a lakásból. Fontos tisztázni, hogy a köznyelvben az önkényes lakásfoglaló, aki egy használaton kívüli ingatlant foglal el, és a jogcím nélküli ingatlan használó fogalma gyakran összemosódik. A jogcím nélküli használók esetében a helyzet annyiban eltérő, hogy ők egy bizonyos szerződés vagy megállapodás alapján veszik birtokba az ingatlan, aztán ennek a jogviszonynak a megszűnése folytán válnak ők a továbbiakban jogcím nélkül használóvá. Erre a leggyakoribb eset az tulajdonképpen ugye a bérleti szerződésnek a megszűnése. Ugye ami vagy megtörténhet határozott idejű bérleti szerződéseknél a jogviszony időtartamának lejárta miatt, vagy a határozott idejű szerződéseknél akkor, hogyha valamelyik például mondja a szerződést. A hazai ingatlanpiacnak, azon belül pedig az albérletpiacnak sem kedvezett a járványhelyzet. Voltak bérlők, akik felmondták lakásukat, visszaköltöztek a szülőkhöz, de akadnak olyan esetek, amelyek a bíróságig jutottak, hiszen a bérlő egyenesen megmondta a tulajdonosnak, hogy a munkáját elvesztette, fizetni vagy kiköltözni azonban nem tud. Az, hogy ilyen esetben mit tehet egy tulajdonos, nagyban függ attól, hogy magánokirat formájában vagy közokirat formájában készült el a bérleti szerződés. Igazság szerint ugye ennek az egyik fontos kulcskérdése az, hogy maga a bérleti szerződés, vagy a bérleti szerződés egyes kérdéseiben való megállapodás az milyen formában jön létre. Ugye ha a bérleti szerződés a felek között magánokirati formában születik, tehát az azt jelenti, hogy akár két tanú által hitelesített formában, akár ügyvéd által ellenjegyzett formában, akkor magához az okirathoz, illetve az annak megszüntetéséhez fűződő jogkövetkezmények, azok közvetlenül nem végrehajthatóak, tehát magyarul, hogyha a bérlő nem költözik ki, akkor abban az esetben ugye a bérbeadó kérheti a bíróságtól, hogy állapítsa meg a jogviszonynak a megszűnését, és kötelezze a bérlőt a kiköltözésre, ami, mivel egy peres eljárás, azért értelemszerűen egy hosszabb procedúra. Ugye ezen abban az esetben lehet változtatni, amennyiben vagy a bérleti szerződést, vagy a bérleti szerződésben vállalt egyes kötelezettségek vonatkozásában közokiratot készítenek a felek közjegyző előtt, mert hogy a közokiratban foglalt vállalások azok közvetlenül is végrehajthatóak. Tehát magyarul, hogyha a kötelezet nem teljesít, akkor a közjegyzőn keresztül lehet kérni azonnali végrehajtást, és akkor ennek keretében akár az ingatlan kiürítését is. Nem árt tudni, hogy magánokirat esetében, amennyiben az határozott idejű szerződés, a határidő lejártakor szintén van törvényi lehetőség arra, hogy a bérbeadó az ingatlan kiürítését kérhesse közvetlenül a bíróságtól egy nem peres eljárás keretében.